Már csak 3 forduló van hátra a Merkantil Bank ligából, és ezt nagyon bánhatjuk, hiszen csapatunk játéka nagyon összeállt. Sorra nyeri mérkőzéseit a Soroksár SC, és ennek most annyira nem örülhetett a Békés Csaba, jelenlegi ellenfelünk, ugyanis a kiesés elől menekülnek, bizony nem lesz könnyű dolguk. Lipcsei Péter nem változtatott a csapaton, ugyanaz a kezdő 11-ünk, mint a Dorog ellen volt. A mérkőzés játékvezetője Pillók Ádám volt, asszisztensei Szalai Dániel és Berényi Ákos voltak. Lipcsei Péterék tudták, hogy nem lesz ez egy könnyű mérkőzés, hiszen a Békés Csaba soha nem adta magát könnyen. Ennek megfelelően nagyon harcias mérkőzést játszottak a felek, és nagyon kevés helyzet volt. Az első minden esetre előttünk adódott a 6. percben, Lovrencsics Balázs lövését védte a kapus. A következő lehetőségre 10 percet kellett válni, a 16. percben Halmai kapott remek kiugratást, azonban az utolsó pillanatban, mintha a védő elvitte volna az egyik lábát, azonban a játékvezető sípja néma maradt. A vendégeknél nemrég ugye edzőt váltottak, és Pásztor József ült le a kispadra, aki nyilván úgy küldte pályára a csapatát, hogy próbálkozzanak átlövésekkel, és ezt ők meg is tették jó párszor. Aztán egy sérülés a 20. percben, Nagy Olivért kellett ápolni, végül le is kellett cserélni, majd Redzsics is a lábához kapott a 25. percben, őt is le kellett cserélni, ezért alaposan bele kellett nyúlnia Lipcsei Péternek a csapatba. 41. perc, szépen adogattunk, a végén Hudák lőtt kapu fölé. A második félidőben, ahogy mondani szokás, inkább a küzdelem dominált, szinte egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk, ha mégis, akkor általában rossz megoldást választottak a játékosok. Már nagyjából mindenki elkönyvelte a 0-0-ás végeredményt, amivel azért annyira nem volt elégedett a Békés Csaba, de aztán a 93. percben támadtunk, ugyan megszerezte a labdát a vendégcsapat, de aztán elpasszolták azt. Lovrencsics Balázs elé került a játékszer, aki gondolt egyet, jobbal ellőtte a bal kapufa mellé a Soroksár vezető találatát. Bizony-bizony, az a soroksári talaj becsaphatta egy kicsit a vendégkapust, ugyanis érdekesen pattogott a labda, a kapus egyszerűen már nem ért oda rá. Így a Békés Csaba matematikailag még nem, gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került. Csapatunk viszont már nem lehet rosszabb a 6. helynél, és ha így folytatja, akár még az 5., 4. hely is meg lehet, talán még a 3. hely is. Soroksár SC Békés Csaba előre 1-0. Hát Lóvi, azt hiszem, hogy egy labdarúgó ezért él, hogy a 93. percben döntsön egy mérkőzés, pláne csapatkapitányként, pláne egy ilyen nehéz szezon után, és ha jól tudom, jubileumot értél el ezzel a góllal, minden, az egész csapat nagyokatba ugrott, mit érzel most? Hát boldogságot nyilván, pont mondtam a Hudinak a szünetben, hogy meg lehet nyerni ezt a mérkőzést a 92. percben is 1-0-ra, tehát sajnos nem volt benne a levegőben, hogy ez egy akár egy nagy arányú győzelem lehet bármelyik oldalon. Brusztos, hajtós meccs volt. Lehetőségeinként úgy gondolom nekünk volt több, de nagyon masszív volt a Békés Csaba védelme, és nagyon jól állták a sarat. Viszont egy átlövés döntött, ez külön öröm, hogy nekem sikerült, és ugye, mint mondtad, ez a 100. gólom Soroksár színekbe tétmérkőzésen, úgyhogy nagyon boldog vagyok. 4 meccs óta vagyok az edző, ebből 3-szor a 94 percben kaptunk gólt. Ezt nem egyszerű elviselni, de muszáj elviselni. Ez nem tudom, hogy... Emlékszel te a pályafutásodra, hogy volt ilyen? Dehogy volt, mi soha nem is tudom, hogy mikor kaptunk 90 percbe gólt. Ez azt jelenti, hogy nincs rend a fejekbe, nem beszélnek egymással, nincs. Kommunikáció? Nincs kommunikáció, meg hát én megéltem sok mindent, mint játékos, mint edző, de én még ilyen csapatot nem nagyon láttam, hogy kikapunk, kikap a csapat, és egymásra egy rossz szót nem mondanak. Hát mi abban az időben összeverekedtünk, mert valaki hibázott, elküldtük az édesanyjába, és edzésen olyanokat rúgtunk egymásba, mert nyerni akartunk, benne akartunk maradni. Ezek meg
nem szólnak a másikra, nehogy a másik visszaszóljon neki, a ő hibádik. Egy tutyi-mutyi csapat, ez... Elsősorban azért szeretnék gratulálni a Békéscsabának, hiszen egy nagyon jó futballt játszottak, és én azt gondolom, hogy nekik nem ott lenne a helyük, ahol most vannak. Visszatérve a mérkőzésre, ugyebár az első félidő sajnos meghatározta a két sérülés a mérkőzés menetét is, hiszen kétszer bele kellett nyúlnom, és kétszer kellett megállítanom a játékot is, tehát már rögtön elpazaroltam két cserét. És ezt is kértem a fiúktól fél időben, hogy tudtam, hogy el fognak fáradni, és nem tudtam most ugyanúgy belenyúlni, mint a többi mérkőzésen, hogy tudok frissíteni, hanem fél időben azt kértem a srácoktól, hogy tényleg mindenki őszintén mondja el, hogy milyen állapotban lesz, hiszen ez a csapat érdek. És természetesen kell majd frissítenem, csak már egyszer tudom megállítani a játékot. Tehát ebből a szempontból ugyebár a Sipi megsérült, és vagyis hát begörcsölt a lába, és utána pedig még gondoltam, hogy a Hudit leveszem és hozok be még egy friss játékost az Erik személyében, de összességében azt gondolom, hogy megérdemeltük, hiszen sokat tettek érte a fiúk, és hát a Lovinak egy szenzáció szóló, és ugyebár az első fél időben, vagyis a mérkőzés elején ezt kértem, hogy amit mindig szoktunk beszélni, hogy egy felállt védelem ellen játszunk, átlövések legyenek, szélről bejött labdákra figyeljenek oda, és hát ez az egy volt szinte, még a Hudinak volt az első fél időben, ami fölé ment, de jól eltalálta a Lovi és gól lett, megnyertük a mérkőzést. De összességében azt gondolom, hogy azért érdemeljük meg, mert tettünk érte. Tehát az utolsó hét mérkőzésen, amit a játékosok tesznek egymásért, csapatért, a klubért, az fenomenális. És én azt gondolom, hogy ez is kellett az, hogy egy picit szerencsénk van. Tehát amit te is mondasz, hogy a 93. percben. Tehát hogyha az összes ezt a hét mérkőzést számolom, 6 győzelem, 1x a Gyirmót ellen, úgyhogy nem tudok mit mondani, csak extrákat a játékosaimról.